Augusztus 24-én, kedden köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Kedről lévén szó, a mai napon sportmagazinunk jelentkezik, előtte pedig friss híreket láthatnak a napi aktuál című rovatunkban. Ha kedvük és idejük engedi, akkor tartsanak ma is a Szentes Televízióval. Már is kezdünk, most már nem menjenek túl messzire. Nemzeti konzultáció. A kormány szerint Magyarország megerősítését a minimálbér 200 000 forintra emelésével kell kezdeni. Ön mit gondol erről? Töltse ki a nemzeti konzultációt és mondja el véleményét. A Szentes Televízió napi aktuál című rovatát látják a tartalomból. Államalapító Szent István királyunk ünnepét a hagyományos falunappal tartotta meg Szegvár nagyközség. Nagytőkén a Szent István napi ünnepség keretén belül felavatták a település címerét. Következzenek a részletek. Államalapító Szent István királyunk ünnepét a hagyományos falunappal tartotta meg Szegvár nagyközség. Szegvár a posztumusz díszpolgára elismerésben részesült Lucz Ferenc, akinek fotóit nemrégiben digitalizálták, életének egy részét annak szentelte, hogy megörökítse a faluban történt eseményeket. A díjat lányai vették át. Szegvárért emlékérmet idén Kádár György kapott, aki mint képviselőtestületi tag, nagyszerű sportember, napjainkban szorgos kertész méltán érdemelte ki ezt az elismerést. Koncertekkel, néptánc bemutatóval, a gyerekeknek habpartival, akadálypályával készültek a szervezők. Államalapító Szent István királyunk ünnepe és az új kenyér ünnepe összefonódik Szegváron a falunappal. Milyen érzések vannak ilyenkor a szegváriakban? Hát most különösen nagyon nagy várakozást töltött el az embereket, hogy mikor lesz már augusztus 20-a. Ugye ezek már évek óta ez egybefor, tehát 20-án rendezzük a Szent István államalapítás ünnepén a falunapot. Az emberek várják, de ugye most a járványhelyzete volt tekintettek, különösen várták. Habár volt egy nyári rendezvényünk, a Tófesztivál, ott is rengetegen voltak. Az emberek ez a bezártságból kivágyakoznak, tehát szeretnének minél többet együtt tölteni, úgy együtt tölteni, hogy szórakozzon és jól érzik magukat, tehát ez különös várakozással töltött el a szegváriakat. Azon kívül, hogy a nemzeti ünnepünkön megemlékezünk az új kenyérről és az államalapításról, itt Szegváron címek átadására is sor kerül. Idén kik kaptak elismerést? Igen, Szent István napján szoktuk, és augusztus 20-án szoktuk átadni a díszpolgári és az emlékérmeket. Ez most a járványnak köszönhetően tavaly sajnos nem 20-án történt, hanem október 23-án, de az idén hál' Istennek meg tudtuk rendezni, és hagyományokhoz híven augusztus 20-án át tudtuk adni. Díszpolgári címet Lucz Ferenc kapta posztumusz. Őt csak úgy titulálhatnám, hogy Feri bácsi a mindenki fotósa. Hihetetlen fotóanyagot hagyott hátra számunkra, amit nagyon nagy munkával és idő ráfordítása Purgel Zoltán digitalizált, mert ugye ezek még a hagyományos film. Ugye szokták úgy viccelődni, hogy kattingatnak most a digitális technológiával, és hogy van-e benne film, ha sok fiatal nem is ért, hogy miről beszélünk. Hát ez a valóban fekete-fehér archívumban filmek. És egy érdekességet tudnék ezzel kapcsolatosan elmondani. A művelődési házban itt mellettünk van egyébként a művelődési ház. Annak, amikor felújították a színpadát, annak van egy alsó része. Ott egy dobozban több száz negatívot találtak, Lucz Feri bácsi által készített fotókból. Tehát hihetetlen anyagot készített Feri bácsi, és ez mind a Szegváron történt események, mint ahogy el is mondták a méltatásában, akár a május elsőjéig, amire még én is emlékszem gyermekkoromból, hogy felvonultuk az iskolába, még gyakoroltunk is rá napokig, hogy biztos, hogy jól fogjuk csinálni, a dísztribűn előtt szépen menjünk el, akár kisdobos, vagy akár úttörő egyenruhában.
tehát Lucferi bácsi ezeket is megörökítette. De olyan építkezéseket is, mint például a jelenlegi tornacsarnok, ami már ugye több mint, tehát szerintem 30 éves már el is múlhatott, tehát ezeknek az építkezési munkáltait. De nagyon-nagyon sok mindent, szertágazó volt az ő művészete, mert művészetnek hívhatom egy fotózást, főleg abban az időben, amikor elkattintja a gépet, és nincs rá lehetőségünk, hogy most, hogy visszanézzünk, hogy ez jól sikerült, vagy nem, jaj, állj vissza, és akkor csinálok még egy képet, hanem csinált ugye 24 kockás, vagy 36 kockás a filmtekercsek hossza. Elkészültek, hazament a kis filmstúdiójába, a sötét kamrába, beült, és akkor kezdte előhívni. És akkor látta, hogy sikerült, vagy nem sikerült éppen az a fotó. És ugye ez elég költséges hobbi volt ez akkor, mert ugye rengeteg filmet kellett megvásárolni ahhoz a géphez, és ugye még a maga az eszköz sem vagy túl olcsó, de Feri bácsi ennek élt. Ő neki a fotózás volt a mindene. Az emlékérmet pedig Kádár György kapta róla. Mit kell tudnunk, és miért ráesett a választás? Gyuri bácsi, engedjétek meg, hogy én így szólítsam, mert nekem Gyuri bácsi. Gyuri bácsi elnöksége alatt, ugye ő a Sportkör Egyesület elnöke volt évtizedekig, az ő irányítása alatt volt megye másodosztály, megye egyes, első osztályú is a futballcsapat, és még én is fociztam, amikor ő elnök volt. Tehát ő rá mindenki fölnézett. Őt mindenki saját édesapnájának is tekintette annak idején, mint amit elhangzott a méltatásában, valóban így volt, és ezt én tudom igazolni, hogy azokat a gyermekeket, akik nem tehették meg azt, hogy egy stoplis cipőt, vagy gumis cipőt vásároljanak maguknak, igen, ő belenyúlt a családi kasszába, és megvette annak a gyermeknek, aki még nagyobb lelkesedéssel játszott utána, és tényleg felnéztünk rá mindannyian az utókor, és azok a gyerekek, azok a most már ugye felnőttek, mint én is, akik az ő irányítás alatt fociztunk, tényleg tisztelettel tekintünk rá. És ezen kívül, úgy ahogy elhangzott, a testületnek tagja is volt több cikluson keresztül, tehát nagyon sokat tett a településünkért. És ami még becsülendő benne, így közel 78 évesen aktívan kertészkedik. És ha azt látnák a mai fiatalok, hogy ő 78 évesen reggeltől estig, tehát szokták mondani látástól Mikulásig, mennyit dolgozik, tehát irigylése méltó maga a személyisége, maga a kisugárzása, és én példaként állítanám a fiatalok elé most. Úgy látom, hogy mindenkinek kínálnak itt a falunapot programot, nagyon ötletesek a gyerekeknek szóló programok is, és hát most épp az Alibi zenél, akik már hónapokkal előre le vannak foglalva. Igen, az előbb elmondta, és amikor kérdezted, hogy az Alibit hogy tudtuk lefoglalni augusztus 20-ára, azt azért tudni kell, hogy az Alibinek egy része ugye szegvári. Az Alibinek Szegváron van a próbaterme, amit az önkormányzat ingyen biztosít részükre. Vagyis mondanám, hogy nem ingyen biztosít részükre, ezért zenélnek most. Tehát egy barterüzletet természetesen minden egyes évben ők fellépnek. Egy olyan rendezvény, amit mi előre megjelölünk, ezt természetesen leegyeztetjük velük. De ez a közös összefogás, azt mondom, amit a ünnepi szövegben is kiemeltem és megemlítettem, hogy közösen kell építenünk a közösséget, mert az összefogásban van az erő, és maga a hangosítás, amit most nem tudom, ha mennyire hallatszik bele majd a televízióba, ez a hangosítás Szentes Művelési Központ segítségével jött létre, mi ezért cserébe a színpadunkat szoktuk kölcsönadni nekik, tehát ez az együttműködés a környező településekkel is egyre szorosabb. Holnap pedig folytatódnak a programok? Igen, holnap motoros találkozó, motoros kiállítás, motoros ügyességi bemutató lesz, ha jól emlékszem, egy Street Fighter bemutató lesz, egy olyan fiatalember fog érkezni, akitől nekem a hajam égnek állna azokat a mutatványokat tenni, hogy az én gyermekem lenne, lehet, hogy eltiltanám a motorozástól. Na de ő ezt profi szinten műveli, nem is mondom senkinek, hogy próbálja meg utána, mert hajmeresztő mutatványokat fog itt most bemutatni, ez holnap délután folyamán, illetve este pedig a piac téren, az ásöröző előtt együttesek fognak fellépni, nekik is vannak szegvári kötődéseik, tehát azért Szegvárról egyre több együttesben, egyre több ember zenél, örülünk neki, tehát ez szeretettel tölt el minket, hogy a zenekar tagjai között szegvárikat tudunk látni a színpadon. Mi pedig nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki elszármazott már Szegvárról, de mégis itt van most. Igen. Tehát Szegváron elszármazottak ilyenkor 20-án, amikor egy kicsit hosszabb az ünnep, most is péntek, szombat, vasárnap, ilyenkor az a családokhoz hazajönnek, visszajönnek. Megemlíthetnék pont egy olyan úriembert, aki Dubajból érkezett haza, ugye Sinka Zsolt
alias Popeye, aki megkeresett természetesen, úgyhogy beszélgettem is vele. Úgy néz ki, hogy jövő héten a lánya egy Guinness rekord csúcsot akar beállítani, még egyeztetés alatt van, bízom benne, hogy össze fog jönni, és Szegvár adhat helyszínt ennek, ugye ennek nagyon örülünk, bízunk benne, hogy ez összejön, akkor a TV2 Mokka reggeli műsorában élő adásban fogja közvetíteni. Programokkal várják az érdeklődőket. Próbáltuk a lehető legváltozatosabb programokat összeválogatni. Ma délelőtt gyermekprogramok voltak a piac téren a kis színpadunkon, most délután 3-tól pedig a felnőtteknek, elsősorban a felnőtteknek szóló különböző műfajú fellépők különböző stílusban adnak elő érdekes és szórakoztató előadásokat. Szegvári csoportok, társulatok is fellépnek ezen a falunapon? Így van, a Dobbantó Néptánc Együttes nélkül tulajdonképpen nem telhet el fellépés, illetve rendezvény, és a civil szervezeteink is szokás szerint bevállalósak voltak, sütnek, főznek nekünk, ami csak szemszájnak ingere mindent. Hát tegyük hozzá azt is, hogy az Alibi is fellép például a mai napon. Így van, sikerült belőlük is kicsikarni egy másfél órás koncertet. A két nap hogyan oszlik meg programok szempontjából, illetve mivel tölthetik a szegváriak, vagy a környékbeliek itt az időt, milyen helyszíneken? Ma vannak elsősorban a zenés, táncos fellépések, koncertek, néptánc együttes sztárvendégek, illetve itt mellettünk a parkban a gyermekeknek szóló programok, ugrálóvár, hagyományőrzők előadásai, illetve népi fajátékok. Holnap pedig a motorosoké lesz a főszerep, motoros bemutató, motoros kiállítás, mindenféle, ami motor. Augusztus 20-a van, államalapításunk ünnepe. Hogyan kapcsolódik a falu programja például ehhez? Nem sokára kezdődik az ünnepi program. A polgármester úr beszélével, aztán Farkas Sándor országgyűlési képviselő mond beszédet, majd kenyérszentelés lesz a színpadon. Ilyenkor oklevelek, címek odaítélésére is sor kerül, gondolom ez nem lesz másként idén sem. Így van, ez idén sem lesz másként. Két kitüntetést oszt ki a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete, az egyik a Szegvár díszpolgára kitüntetés, a másik pedig a Szegvárért emlékéren. Feri bácsi sajnos ezt már nem élhette meg, de azért ugyanolyan nagyon szeretettel gondolunk rá, és ugye majd most a két lányára fogjuk átadni ezt a díjat. Bízunk benne, hogy a család megfelelő méltó helyre fogja ezt elhelyezni, és köszönjük Feri bácsi! Szegvár díszpolgára 2021-ben Lucz Ferenc lett, aki már nincs közöttünk, de a két lánya átvehette a díjat. Mit szóltak ehhez az elismeréshez, az első öröm gondolatokat és a meghatottság szavait velünk osszák meg? Hát nagyon örültünk mindenféleképpen. Úgy gondolom én is, hogy megérdemelte ezt édesapánk annak ellenére, hogy már 2014 óta nincs köztünk. Nagyon sok idő volt az, ameddig ő riporterkedett itt és megörökítette a falu életét a fotóival. Mit kell tudni a munkásságáról? Mi az, ami a laudációban szerepelt, elhangzott, amiért ő ezt a díszpolgári címet elnyerhette? Hát nagyon sok fényképet készített, végig kísérte a falunak az életét, a különböző kulturális eseményeket, gyerekcsoportokat kísért táborokba, ott is készített fölvételeket, épületekről készített különböző képeket, nyomon követhettük így a falunak a fejlődését, azok is, akik talán fiatalabbak, és hát ezért kapta. Tudom, hogy a közösségi háló nagyon szeretnek a szegváriak nosztalgiázni, sok-sok képe van ott Feri bácsinak? Nagyon sok, nagyon-nagyon sok, és tényleg hónapokon keresztül ez téma volt a faluban, hogy ki volt, hogy volt, olyan jó kis beszélgetések alakultak ki, akár az utcán is. Az örökséget, ezt a sok-sok fotót önök érzik, őrzik valahol?
nem nálunk van, neked van nálunk csak egy része. Purgel Zoltánnak ezt az egész ügyet fölkarolta, nála vannak, ő digitalizálta, ő dolgozott vele nagyon sokat, úgyhogy nála van a fölvételek java, illetve hát természetesen nálunk is van egy része. Családi fotók főleg inkább. Akkor összejön a család, akkor gondolom sok-sok emlék merül fel, szokták ezeket nézegetni? Időnként előfordul, még a gyerekek kisebbek voltak, főleg akkor. Hova kerül majd ez a szép kép, illetve ez a plakett? Majd még megbeszéljük, megbeszélés tárgyát képezi. Egyelőre meg vagyunk lepődve nagyon, úgyhogy még, erről még nem beszéltünk. Nagyon nagy szeretettel gratulálok, legyenek büszkék erre a díjra, erre az elismerésre. Azt hiszem, hogy a szegváriak mindannyian nagyon szívesen fogadják a szívükbe Lucz Ferencet ezután, mint a község díszpolgárát. Igen, szerintem is így van. Egészen biztos, hogy emlékeznek rá hosszú időn keresztül. És reméljük, hogy így még sokkal többen fogják tudni, hogy ki volt, illetve hogy miért olyan fontosak ezek a fotók számunkra, meg a falu számára. ...2021-ben Szegvárért emlékérmet kapott Kádár György, akinek nagyon nagy szeretettel gratulálunk. Hogyan érintette ez a díj? Tudott-e egyáltalán róla, vagy abszolút meglepetés volt? Köszönöm szépen. Teljesen meglepetés volt. Nem is gondoltam ilyen kitüntetésre, meg egyáltalán kitüntetésre nem számoltam. Amikor a laudáció elkezdődött, akkor az ember ugye hallgatja egy darabig. Mikor ismert önmagára? Igazándiból a gratulációkon is meglepődtem, a sok gratuláción. Úgyhogy itt élek Szegváron, és úgy gondolom, hogy ennek a közösségnek egy oszlopos tagja vagyok, és mindenki tisztel, vagy sokan tisztelnek inkább. Igen, hallottam én is, hogy nagyon sokrétű munkát végzett itt a faluban, egy pár dolgot emeljen ki, ami az ön számára is fontos volt, és amivel egyetért igazából, ami elhangzott önről. Minden igaz volt, ami elhangzott. Azért volt egy lényeges munkám, 15 évig voltam a Szegvári Sportegyesületnek az elnöke, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly sportélet is folyt abban az időben. Minden korosztályban voltak csapatok, a 6-7 éves korosztálytól a felnőtt csapatig, és ezeknek mindegyiknek volt vezetője, edzője, ezeket egybe tudtuk tartani, de hangsúlyoznom kell, hogy ahhoz kellett az akkori képviselőtestület és az akkori polgármesterek támogatása is. És ezt megkaptuk, és ez volt az egyik fő dolog. Képviselő voltam 8 évig, és tehát a kertészet azért elszólított sok esetben, úgy, mint manapság is. A kertészet az, aki szereti a kertet, az figyel a növényeire, gondozza őket, és ez rengeteg időt elvesz az embertől, de én ezt szeretem, és ezt csinálom. Igen, hallottuk, hogy az építőiparban dolgozott, aztán a képviselőtestületben végzett munkát, a sportpályán ellátta a teendőit, és még emellett maradt kertészkedésre is ideje. Úgy látom, hogy még mindig jó egészségnek örvend. Minek köszönhető ez? Sokan kérdezik, hogy minek köszönhető, többen is, de egy kicsit azért fáradok, de én úgy gondolom, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres gondoskodás a növényekről az egy nagyon komoly odafigyelést igényel, és az a mozgás és az odafigyelés ez fittebbé teszi az embert. Szegvári az első pillanatoktól kezdve ide született, itt él, és miért szeret Szegvárinak lenni? Én ezt a közösséget, meg egyáltalán a falusi embereket tisztelem. Azok számomra, azok az igazán őszinte emberek, barátságos emberek, tisztelik egymást, és tiszteljük egymást, és megköszönünk is egymásnak, nem úgy, mint városokban, hogy elmennek egymás mellett, és nem is köszönnek. Ilyen itt Szegváron nincs.
Úgy láttam, itt önt mindenki ismeri, mindenki gratulált ez a díjhoz. Igen, köszönöm szépen. Hova kerül majd ez a díj? Ez a legelső helyre kerül. Otthon, hova? Otthon az íróasztalom közepére. Ha jól tudom, egy állomást lehetett itt teljesíteni a parkban. Mit kell erről tudni? Milyen feladatok voltak? Volt az a sárkány, és volt még ilyen a libát etetni kellett, és volt ilyen, ilyen harcos hely, meg a gólyaláb, meg ilyen, ilyen a csirketés le kell szedni. Hú, nagyon jól hangzanak ezek a feladatok. Neked melyik tetszett a legjobban? Hát nekem a sárkányos. Vagy melyik volt a legnehezebb, amit úgy nehezen teljesített? Hát a gólyaláb. Neked esetleg melyik tetszett a legjobban, és melyik volt a legnehezebb? Hát a sárkányos és a gólyaláb volt a legnehezebb. Mert a sárkányosnál mit kellett igazából csinálni, hogy ilyen nehézre sikeredett? Hát... Harcolni kellett a sárkánya. És ami a nyakatokban van, ez a nagyon szép kis medál, ez mi? Hát, amit kaptunk. Azért, mert teljesítettétek ezt az akadálypályát? Igen. Milyen programon fogtok még itt részt venni? Hát, hát még fogunk az íjáskodással ott, meg szerintem ennyi még. Látjuk, hogy a falunapi programok egyik bázis helyén itt a gyerekek játszóterén vannak. Most érkeztek, ha jól tudom, azt mesélt? Igen, a pillanatban érkeztünk, Csongrádról. Ja, értem. Figyelték, hogy milyen programok lesznek itt esetleg, vagy a környékben, és miért pont Szegvárra esett a választás? Rokonok által jöttünk ide. Programról tájékozódtak, hogy mi lesz? Mondták, hogy falunapok vannak, és akkor így egy kis programra beillesztettük a mai napra. A gyerekeknek itt nagyon jó lehetőség van. Mit vettek már birtokba? Ugráló várasztak, különböző fajátékokkal játszottak eddig. És a felnőttekre, hogyha gondolunk, akkor esetleg ön milyen programot vár, vagy lesz olyan koncert, amit szívesen meghallgat? Hát a 7 órás, ha jól emlékszem, alibi együttes lesz. Igazából az, mint fő program arra hívtak bennünket. Elkezdődtek a falunapi programok itt Szegváron. Milyen a programkínálat? Melyik tetszik nektek a legjobban, vagy mire vártok? Tűzi játék. Az még nagyon soká lesz. Nagyon változatos programok vannak, minden korosztálynak van lehetőség kipróbálni magát itt a játékok között is, de itt főleg a gyerekek tevékenykednek. Nagyon élvezik, van itt azt hiszem 29-30 állomás, amit itt végig lehet csinálni, és akkor a végén kapnak egy gyönyörű szép ilyen nyakláncot ajándékba, ezt most nagyon élik a gyerekek. Arra most nem voltunk, de ott is, ahogy hallom, zajlanak az események, és azért szaporodnak az emberek, jól érzik magukat, kellemes az idő, nincs az a nagy meleg, tehát mi jól érezzük magunkat, köszönjük. És eljön a tűzijáték ideje is, holnap pedig valamiféle motoros programok lesznek, erről tudtok? Abból nem fogjuk kivenni a részünket, mert holnap lesz a házassági évfordulónk, hogy nekünk külön program lesz. Yeah.
nagy tőke közösségi életében meghatározó eseményként a Szent István napi ünnepség keretén belül felavatták a település címerét, melyet mindenki által jól láthatóan az önkormányzat épületének a bejárata fölött helyeztek el. Az ünnepségen megemlékezéseket hallhattunk az államalapító Szent Istvánnak a magyarság fennmaradását biztosító munkájáról, arról, hogy a történelmi sorsfordulókat a keresztény vallást alapul véve hozott törvénykezéseivel hogyan tudtuk átvészelni. Azt gondolom, avval a jelentőségteljes ünnepünkben, amikor nagytőkén végre a címer először kikerül egy olyan közösségi helyre, ahol mindenki gyönyörködhet benne, és ha úgy gondolja, időt tölthet előtte, hogy egy kicsit átjárja a címernek a hangulata, a címer által hordozott történelem, ami tartalmazza tényleg a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket egyaránt. Amikor a Magyar Falu program segítsége által elkezdtük felújítani a hivatali épületünket, és jött az alkalom, hogy itt egy elég nagy üres felület jelentkezett, gondolkoztunk rajta, hogy mit kellene oda helyezni, és azt gondoltam, és azt gondoltuk testülettel együtt, hogy a lehető legjobb ötlet a falunak a címerét kihelyezni. Miért is mondom ezt? Azt gondolom, hogy egy címer, a mai nyelven fogalmazhatok, egy portál is egyben, ami hordozza a múltat, a jelent és a jövőt egyaránt, és ha hajlandóak vagyunk megállni előtte és időt tölteni, akkor rögtön az identitásunkat elkezdhetjük építeni, erősíteni, hiszen rögtön elvisz minket a kezdetekhez, a múltunkhoz, bemutatja a múltnak a nehézségeit, harcait, bukdácsolásait, eleséseit, de a felkeléseit is egyaránt, és reményt és erőt adhat nekünk. A vidék sokszor sajnos egy kisebb rendőrségi érzéssel él. A vidéki ember, a tanyasi ember, a falusi ember, sokszor hallom, hogy identitásában, önértékelésében lehet, hogy egy kicsit lejjebb pozícionálja magát, mint ahogy kellene. De ez nagyon nem jól van így, azt gondolom. Hiszen a vidék, a falu, a tanya hordozza Magyarországnak a történelmét, az értékeit, az identitását, azt az identitást, amit ma nagyon fontos lenne erősítenünk, felhozni magunkban napról napra, hiszen a világ, amiben élünk, folyamatosan azon dolgozik, hogy az identitást, a magyarságot, azt, hogy ki vagy te, azt, hogy te egy nagy tőkei ember vagy, vagy egy falusi, vagy egy tanyasi, vagy egy vidéki ember, ezt ne légy rá büszke. Ez a címer, amikor felkerült a falra, talán lehet, hogy egy kicsit magasabbra is került, mint ahogy gondoltuk volna, de utána, amikor ezen gondolkoznom, az jutott eszembe, hogy ez egy magatartást kíván tőlünk, hogy emeljük fel a fejünket. Nem tudtuk nagyon ugye a címét ennek az ünnepségnek másképp megfogalmazni, mint hogy címeravató, de igen, tehát a képviselő úr is utalt rá, van már címere nagytőkének, de még ugye ez nem volt sehol nyilvános helyre kitéve. És én úgy érzem, hogy ezek is, úgy gondolom, ezek a szimbólumok, ezek egy spirituális jellegű tárgyak is mindig, mindenhol, mert közvetítenek valami olyat, ami erősíti az identitásunkat, erősíti a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Reménységgel kell, hogy betöltse, hiszen aki erre ránéz, az azért érezhet egy olyat, hogy igen, én tényleg egy nagytőkei ember vagyok, és ez nem egy szégyen foltja a nagytőkeieknek, hanem reményeim szerint eljutunk egyszer oda, hogy büszkék lesznek a nagytőkeiek arra, hogy ők nagytőkeiek. A településen nem volt egy olyan helyszín, ahol a település lakói is megismerjék a saját címerüket. Na most ez úgy gondolom, hogy egy identitás tudatban egy óriási előrelépés, egy óriási segítség, hogy ezzel is a helyi értékeket, a helyi identitás tudatot erősítsük az emberekbe, hogy van egy címerünk, van mire felnézni, van mi, ami összetart bennünket, közösséget épít. Ezért nagyon örülök annak, hogy ez a címer ide került, és aki ebbe az épületbe bejön, ugye ahogy szoktam mondani, mindig először azt nézi, hogy hol bukik föl, utána hol van a bejárat, és akkor egyből rá fog nézni a címerre, ami már egyből önmagában ad egy olyan
készültséget, egy olyan érzést, amire büszke lehet mindenki, hogy igen, ez a mi nagytőkei címerünk. Minden kis település életében a Magyar Falu Program az nyugodtan mondhatom, hogy történelmi program itt az elmúlt 4-5 évben, ahogy bevezetése került, mert ezek a települések, ezeket a fejlesztéseket önerőből nem tudták volna. Hát ugye tudjuk azt, hogy nagytőke is gyakorlatilag minimális adóbevétellel rendelkezik, forrással rendelkezik, de ilyen eperjes is, ilyen árpáthalom is, pusztaszer is, tudnám sorolni a településeket. Ezeknek a településeknek jelentős része úgymond kívánta, vagy szerette volna elérni azt, hogy valami olyan plusz központi forrást kapjon, amivel valóban elindulhat a felzárkózásba, a hiányokat tudja pótolni, bepótolni. És a Magyar Falu Program jelentős részben arról szól, hogy ezeket a hiányosságokat, amik elmúlt évek, évtizedek, hosszú évtizedek alatt kialakult, ezt minél hamarabb felzárkóztassuk. Tehát ez egy felzárkóztató program, hogy hasonló életszínvonalon tudjanak élni a kis településen élő emberek is, mint akár egy kisvárosban. Én úgy látom, hogy ebben nagyon jó áll a választókerületünk, nincs olyan település, ahol komoly fejlesztések ne valósultak volna meg. Mindenütt érződik az, hogy igen, ez a program, ez sikeres. Megítélésem szerint az elmúlt rendszerváltozás óta, vagy talán azt megelőzően a legjobban teljesíthető és a legsikeresebb vidékfejlesztési program a Magyar Falu Program. Jövőre 156 milliárd forint fog rendelkezésre állni a Magyar Falu Programban. Emellett kicsvárosi programok is indulnak, ami már részben ez év őszén is elindul, vagy már elindult korábban, de a konkrét megvalósítások azok most ebben az év végén, következő év elején indulnak. Igenis a kicsvárosi programok is indulnak. Indul egy fejlesztés várhatóan Mindszenten, indul Csongorádon, indul Kisteleken, indul Sándorfalván. Tehát a Magyar Falu Program az a magyar falvakról szól, a kisvárosi program pedig a kisvárosokról. Én azt látom, hogy ebben, ha megfelelő partneri viszonyt tudunk kialakítani egymással, akkor ezek a programok mind sikeresek lehetnek, és az ott élő emberek javát is szolgálni fogják. Kedves nézőink, ezzel a napi aktuációmi rovatunk végére értünk. A reklámok után sportmagazinunkkal várjuk vissza önöket, maradjanak továbbra is velünk! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. El tudnánk érni otthonról az egész világot? Lehetne mindenhol olyan szuper gyorsanet, mint nálunk? Még szép! A Vodafonnál mindig újítunk. Egy gigabit sebességű szupergyors vezetékes internetünk már 1,5 millió otthonban és vállalkozásban érhető el, és nem állunk meg itt a fejlesztésben. Rendeld meg egy gigabit sebességű vezetékes internetünket most 2 hónapig 0 forintos havidíjjal. Together we can. Vodafone. Ez már a Szentes Televízió sportmagazinja, ELTI magazinunk tartalmából. 5 millió forintos beruházás keretében strandröplabdapályát adtak át a Szentesi Üdülőközpontban.
Hagyományteremtő céllal rendezték meg nagy tőkén a harmadik gyermeklovas ügyességi napot. Jöjjenek a részletek! 5 millió forintos beruházás keretében strandröplabda pályát adtak át a Szentesi Üdülőközpontban. A létesítményt a strandbirkózók már felavatták egy hónapja, de a hivatalos első nyitó ütést Szabó Zoltán Ferenc polgármester tette meg. Az Üdülőközpont így már ezt az attrakciót is be tudja építeni a programjai és szolgáltatásai sorába. A Szentesi Kosárlabda Klub keretében működő sportágra várják a felső tagozatos és középiskolás korosztályt. Egy újabb attrakcióval bővült a Szentesi Üdülőközpont, strandröplabda pályát adtak át az iménti pillanatokban. Minek köszönhető ez a beruházás? Tiszteltel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Nekünk köszönhető, már beképzeltség nélkül fogalmazva, ugye az Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nk a többségi tulajdonos a Szentesváros önkormányzata, illetve a Szentesváros Szolgáltató Kft. És a Szentesváros Ellátó Nonprofit Kft. Még tulajdonosa. Itt ügyvezető asszonnyal volt egy ötletünk, hogy egy kis fejlesztés újra és újra minden évben, nem csak pályázatokra várva mindig, és nem csak pályázatokat írva, hanem esetleg önerős fejlesztés is végrehajthatnánk. Számoltunk, mennyi anyagi lehetőségeink vannak, és egy szűken 5 millió forintból létre tudtuk ezt a fejlesztést hozni, egy új röplabda pályát, ami hál' Istennek most már úgy néz ki, hogy egyre népszerűbb is a vendégek között is, illetve például a Szentesi Kosárlabda Klub röplabda csapata körében is. Itt most már az edzéseiket olyan helyen tudják elvégezni, kültéren, ami teljes mértékben az országos szabályoknak is megfelelő, és egész komoly versenyeket is lehet rajta rendezni. Az első ilyen az volt a szabadtéri birkozó verseny kb. Egy hónappal ezelőtt, ami a három állomásos magyarországi versenynek az első állomása volt. Akkor is már egy jó hangulatú verseny alakult ki. Nagyon jó ez a helyszín őszintén, itt a plafonfák árnyékában van egy kis hely azért hűsölni, de aki éppen csak röplabdázni szeretne és napozni közben, az pedig a pálya az teljes mértékben megfelelő rá. Birtokba is vették a röplabdások már ezt a strandröplabda pályát, amely 5 millió forint beruházásként valósult meg. Mit tartalmazott igazából ez a beruházás? Igazándiból a legnagyobb része ennek a beruházásnak földmunka volt. Ki kellett termelni innen az itt lévő földet, amire úgy gondoltunk, hogy szükségünk van, ezért itt deponáltunk, de valószínű, hogy nem tudjuk használni, mert annyira rossz minőségű. Néhány területet föl akartunk belőle tölteni, ahova meg kellene, de ez nem fog sikerülni. Csináltak neki egy aljzatot, ami nyilván a talajvíz föltörést geotextiliával megakadályozza. Ezt sóder ágyazattal fették le. Ez egy 30 cm sóder ágyazat, és erre jött 50 cm homokréteg, amit mi a szabvány alapján kevert homokból csináltunk meg, mert hát arra nincs pénzünk, hogy az ilyen pályákhoz használatos igen drága tengerparti homokot megvásároljuk, ezért elővettük a bányáknak a műszaki leírásait a homokokról, és akkor kiszámoltuk, hogy ebből a homokból ennyi, akkor pont beleférünk az előírásokba. Ezt az egészet körbeveszi egy keret, tehát ugyanaz vonatkozik itt a kifutó részre, ami a pályán kívül van, ugyanaz a szerkezete, körbeveszi egy keret, és készítettünk még hozzá egy tusolót, megvannak a tartó oszlopok. Úgyhogy ez volt a plusz munka. Ez így elmondva elég egyszerű, kivitelezéskor azért volt sok probléma, a földkiásás, aminek a nagy részét a Városellátó Nonprofit Kft. Csinálta, ugye az egyik tulajdonosunk, és hát aztán a többi részénél meg külsős vállalkozót kellett igénybe vennünk, mert az már annyira a spéci munka volt, meg a kollégák azok nagyon le is voltak terhelve.
Innentől kezdve most már ez is benne van a Szentes Üdülőközpont kínálatában, hogyan illeszkedik ez a Nemzet Sportváros egyik intézményéhez? Én úgy gondolom, hogy mindenféle szempontból, tehát a homok, a strand, az nyilván összetartozó fogalmak, a sportpálya, meg a sport és üdülőközpont hát kínálatában nyilván a sport, edzőtábor, turizmus, fejlesztés, de a vendégek is nagyon sokan örültek neki, hogy jaj, de jó, még egy szolgáltatást tudnak igénybe venni, rendszeresen használják is. Nyilván versenyekkel, esetleg tornákkal majd megpróbáljuk beintegrálni a magába az üdülőközpontnak a programjainak a sorába, de ha kizárólag azt a célt fogja szolgálni, hogy a vendégek jól érezzék magukat, az már nekünk egy öröm. Kétcsillagos versenyen el kellene fogadni. Gyönyörű! Hátsó! Adjuk föl, nagyon jól így! Hátsó, jó lesz! És már megy is a meccs, itt a strand röplabda meccs. Mit kell tudnunk erről a sportágról? Mennyiben más ez, mint egy teremben játszott mérkőzés? Annyiban más, elsősorban, hogy 2-2 ellen játszanak, tehát nem 6-6, mint a teremben. Azon kívül például nincsen támadó vonal, nincsen középvonal, és ami még nagyon fontos, hogy a pálya mérete nem 9x9-es, hanem 8x8 méter. Illetve van még egy-két olyan érintés, amiben eltér a teremlabdától, de alapjában véve ezek a legfontosabb ismervei a strandröplabdának. Igazából akik itt strandolnak, azok is gyorsan elsajátíthatják a szabályokat, és már játszhatnak is? Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen hogyha valaki nincs teljesen tisztában a strandröplabda versenyszabályaival, illetve nem tudja pontosan kivitelezni az érintéseket, akkor is ez egy olyan rekreációs sport is egyben, nem csak élsport, amit bárki pályára jöhet és bármikor játszhat. Bár akkor általában nem 2-2 ellen, mert ahhoz, hogy azért ketten bejátszanak egy ekkora pályát, ahhoz azért kell az edzés meg a rutin, de egyébként szerintem bárki nyugodtan kipróbálhatja minden előképzettség nélkül. Azonban, akik itt játszanak most, idézőjelben profi játékosok, mert hogy a Szentesi Kosárlabda Klub keretein belül működik ez a sportág? Igen, a röplabda szakosztály. Tavaly évben 2020-ban volt először strandröplabda tábor itt Szentesen, és most 2021-ben is folytattuk ezt a, hát már hagyománynak éppen nem, de reméljük, hogy tényleg ez hagyományteremtő, és nem csak edzőtábor volt, hanem tavaly szeptember óta heti kétszer másfélórás edzéseink vannak, elsősorban lányoknak, de ilyenkor nyáron, amikor a strandröplabdának szezonja van, ilyenkor a fiúkat is várjuk sok szeretettel. Vettek már részt versenyen, ugye a strandröplabdánál kicsikét ugye más a versenyrendszere, külön korosztályok is vannak, illetve kategóriák tudásszint szerint, úgynevezett több csillagos, 1-5 csillagos versenyekig vannak, és azon vagyunk, hogy egyre több edzéssel, illetve játékkal egyre ügyesebbek legyenek a röpiseink. Milyen napokon, mettől meddig várjátok itt azokat, akik esetleg szeretnének bekapcsolódni ebbe a sportágba? Kedden és csütörtökön 5 órától 18:30-ig vannak edzéseink. Jelenleg a Klauzál Általános Iskolában, illetve szeptembertől heti egyszer a sportcsarnokban is leszünk. Hagyományteremtő céllal rendezték meg Nagytőkén a 3. gyermeklovas ügyességi napot. Kora reggel kezdtek gyülekezni a versenyre benevezők és családtagjaik, akik nem csak a helyiekből álltak, hanem érkeztek a környékbeli kis településekről, sőt Szentesről, Csongrádról és Kunszentmártonból is. A közel 90 nevező több kategóriába sorolva hajtotta végre lóháta nőve azokat az ügyességi gyakorlatokat, melyek a fogathajtás és a western lovaglás elemeit tartalmazták. Érdekességként a verseny végén a csapatok edzői is nyerekbe szálltak a külön díjért.
Hát ez a harmadik, amit szervezünk a tesómmal, meg családdal együtt. Az egész család benne van. Ez általában ugye a gyerekekről szól, meg ez lóhátas, ugye nem fogadható, ami általában mindenfelé van minden hétvégén. Ez ilyen gyereklovas ügyességi verseny. Itt vannak akadályaink, vannak kategóriák, kezdő kategória, haladó kategória és a felnőttek. Ott általában az edzők szoktak indulni. Különböző programok is lesznek itt a mai napon. Milyenek? Hát lesznek itt tombola, fog itt lenni a háttérben, meg lovagoltatás lesz, itt a gyerekek lovagoltatnak. Lesz bemutató is? Igen, a kis keresztlányon fog bemutatózni a picike fekete kis lóval, amit már azért többen ismernek. Körülbelül hány nevező van, vagy hányan fognak indulni? Hát akik jelentkeztek, ilyen 80-82 fő körül. 5 futamból áll, van 2 kezdő kategóriánk, a 0-tól 10 évig, 10-től 18-ig, ez a kezdők. Aztán van egy haladó kategóriánk, aztán pedig van felnőtt kategóriánk, és van egy kezdő, mert van egy-két pár szülő is, aki már a gyerekeitől kapott kedvet, és ők is lovagolgatnak. Ott is vannak kezdők, és vannak, akik kicsit rutinosabbak már, akik több éve lovagolnak. Ki fogja elbírálni a versenyt? Az Tiszaföldvárról Tóth Feri, ő a versenybírónk, és a versenyirodánk pedig a lánya Tóth Flóra. Nyernek valamit a győztesek? 1-től 6-ig szalaggal díjazzuk őket, és az 1-től 3-ig pedig serleget fognak kapni, mind az 5 kategóriában. Van 3 vándor serlegünk is, ami ugye a legelső versenyen indítottunk. 1 a kezdők közt, 1 a haladók közt, 1 pedig a felnőtt kategóriában. Nagyon pártolom az egészet, fogadhajtó versenyt most egy pár éve már nem csinálunk, ez helyettesíti, de szerintem ez legalább ugyanolyan édes, aranyos is. Hát ez egy cuki dolog nagyon, de gyerekek, ez egy teljesen más kategória. Közel 80 induló lesz, ami az egész napot be fogja majd telni. Tehát a kezdő kategóriás, meg a szerényebb képességű gyerekeket majd látni fogjátok, hogy egy az egyben bent lesz velük az edzőjük, a Kovács Szandi, a Zsoldos Andor, Benkő Sanyi bácsi, és ha kell, akkor tehát ezért nem jár büntetőpont, végig vezetik a pályán szó szerint a lovat, az a kislány vagy kisfiú ül a lovon, szegényként még félig nincs is ott, mert tekinget kifele a pályáról, élvezi azt, hogy őtet nézik, de pont ettől szép az egész. Tehát ez egy csodálatos dolog. Úgy tudom, hogy reggel korán, tehát az még az indulás előtt a kis téli Fanni fog egy nagyon aranyos kis cuki bemutatót tartani, a kis Shetlandi póni lovával. Hosszú hónapok óta dolgozik azon, hogy tényleg egy 1-2 perces kis bemutatót tartson itt a nagy közönségnek. Hány éve lovagolsz már? 6. Egészen pici korodban kezdted? Igen. Neked vannak saját lovaid is? Igen. Hány lovad van? 4, a Csikókkal együtt. Igen. Itt van melletted egy milyen típusú, milyen fajtájú ló ez? Ő Shetlandi. Ő egy anyaló? Igen. És ott van mellette a kisfia? Igen. Kislánya. Kislánya? És mióta lovagolsz már vele együtt közösen? 6 éve. Ja, vele kezdted a lovaglást? Igen. És hogy szokott elni neked egy napod, amikor reggel fölkelsz, mi az első dolgod? Kimegyek, játszok egy picit a Csikókkal, aztán meg megetettek. És most fogsz tartani majd egy bemutatót, ott mit fogunk majd látni? Hát lófektetést, meg ilyenek. Meg akadályok között fogsz majd vele szaladgálni? Igen, de az majd a versenykor lesz. Most csak lefektettem. És viszi magával a kis Csikóját is? Igen, mert a Csikóval is szeretnék majd csinálni. De ő rá még nem lehet ráülni? Nem. Mikor lehet majd ráülni? 3 éves korában. És egyébként szót fogad neked? Igen. Thank you.
igazság, hogy ez a gyerekügyességi verseny ugye a hivatalos versenybe bevezetendő első lépcsőfok a gyerekeknél. Tehát próbáljuk azokat a szempontokat figyelembe venni, hogy ők még kezdő lovasok. Reméljük, hogy majd profi lovasokká fognak válni. Itt elsősorban ugye ügyességi feladatok vannak, tehát a ló irányítása és a versenyzés megtanulása a cél. Itt nem méterre vagyunk, tehát nincs alapidő, itt ez egy érdekes elbírálás alatt van, tehát egyszerűsítve van a nézőknek és a versenyzőknek is, tehát hogyha hibázik a versenyző, 5 másodperc adódik a starttól a célig mért idejéhez. Különböző kategóriák vannak, van egyetlen egy ugrás, tehát ez gyermek ügyességi verseny. Tehát itt arra vagyunk kíváncsiak, illetve próbáljuk bevezetni őket a versenyzés rejtelmeibe, ki, hogyan és miért csinálja a feladatot. Milyen volt a verseny? Ó, nagyon szerettem, nagyon tetszett. Volt egy felajánlásod? Igen. Mondjuk el a nézőknek. Hát anyukámnak 28-án lesz a születésnapja, és ezt a versenyt most neki futottam. És hogy sikerült? Hát szerintem jobban, mint az előző. Ez mit jelent, hogy jobban? Hát... Az előző az hogy sikerült? Az nem annyira jó, nem voltam magammal megelégedve, de most igen. És mióta lovagolsz? 4 éve. Van saját lovad is? Még nincsen, de nagyon szeretnék. És ez mitől függ? Hát a tanulmányaimtól. Hát meg azért anyáéktól is, nem? Meg anyáéktól, igen, igen. És hogyan kell egy lóval bánni, szerinted? Hát finoman nem szabad ütni, és épp hogy szóra tudjon indulni. Egy kicsit jobban izgulsz, mint a lóháton, nem? Igen, most is sokkal jobban, még a első interjúja ez. Igen, és hanyadik verseny? 2. De nagyon jó szerepeltél, tudod az eredményedet? Hát én csak azt tudom, hogy 9 másodperc, többet nem. Meg hogy hibátlan? Nincs hibám, hibátlan volt. Én úgy gondolom, hogy hibátlan volt, nagyon jól mentél. Hogy vagy a lovaddal? Milyen viszonyban vagy? Milyen sűrűn szoktál rajta lovagolni? Hát ő nem az én lovam, életemben másodjára ülök rajta, a sajátom az nem itt van, nem hoztuk ki. És szót fogadott neked? Igen, nagyon szépen. Mi a jó ebbe a lósportba? Miért szereted? Hát azért, hogy ha olyan a ló, akkor csillagokat lehozza neked az égről, illetve nagyon sok mindenre megtanít, mint emberileg. Mennyire volt nehéz a pálya? Hát annyira egyébként nem nehéz, amennyire tűnik nehéznek. Szóval ilyen közepesnek mondanám. Voltak, akik eltévesztették, voltak, akik nem. Te mennyire tudtad saját magadat feltérképezni? Egyébként viszonylag könnyen. Hát ilyen 5-6 kör után már tudtam kívülről. Hogyan kezdtél el lovagolni? Hát ugye először lovagolni jártam, utána, hát nem sokat, utána meg lett egy pónim, és vele tanultam meg, vele nagyon összeszoktam, és vele. És hol kezdted a lovaglást? Itt a Szandiéknál kezdtem a ott, de ott egy pár alkalommal mentem, és utána apukám tanított. És vett neked egy lovat? Igen. És mit kell ezzel a lóval csinálni, mert gondolom, hogy napközben is ápolni kell, jól tudom? Igen, persze. Minden nap ápolni, etetni, minden, foglalkozni velük. És a gyerekekkel is szoktál foglalkozni? Igen, a kisebbeket szoktam tanítani. Itt van egy csomó kis sírke,
környezetedben őket is szoktad tanítani? Igen, a kislányokat szoktam itt, akik itt vannak. És milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan? Hova szeretnél menni tovább tanulni? Hát Vásárhelyre szeretnék, ott van ilyen állategészségügyi iskola, meg később meg lovas edző szeretnék lenni, és ezt így továbbvinni. És te tudsz már lovagolni? Igen, egy éve lovaglok. És neked van saját lovad? Hát úgymond is, tulajdonképpen csak én lovaglom egyedül, és hát ennyi, nagyon. Kisló vagy nagyló? Kisló. És neked mi tetszik ebbe a lovaglásba legjobban? Hát, hogy így például így össze tudok szokni a lovakkal, meg így tudok velük lenni többet is, meg a lovagló tanáraim is nagyon aranyosak. Uh-huh. És ki a főnök, a ló vagy te? Én. Arra megy, amire te akarod, vagy arra menni, ő akar menni? Amire én. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk végére értünk. Sportos témákkal egy hét múlva kedden találkozhatnak újra. Fent vagyunk a Facebookon is, keressenek ránk ott is bátran. Legközelebb új adással szerdán jelentkezünk 17 órakor. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek kellemes napot és szép estét kívánok, viszontlátásra!